Sziasztok! Remélem, hogy tudtok hallani. Ez majd megint egy ilyen napi vlog lesz. Ma szombat van, ma nem fogok annyit dolgozni. Nem tudom pontosan ez milyen videó lesz. A lényeg az, hogy látni fogjátok, hogy ma hogy töltöm a napomat. A napom most kezdődik, még csak délelőtt, 11-kor. Lesz egy edzésem, magamat leedzem, és majd látjátok a továbbiakat. Akkor most megyek a B4-be. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking 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 beast. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I control my breath, keep my body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in, watch out. I'm a motherfucking beast. You don't want me to die, they'll eat you alive. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. You know what? 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 I'm a beast. Picture me climbing, tooth and nail till I'm at the top. Jump without a net, never break a sweat, 'cause I live my life like it's all I got. I'll never flinch, I'll never close my eyes. Have you ever seen a beast show fear before it dies? All day, up all night, building my mind. I'm a motherfucking beast. Na, amit láttátok, kész a felhúzás, az edzés. Eljöttem a B4-be, most megyek a MyProtein boltba. El szoktam menni, szétnézni, ha van valami új dolog. És lesz valami érdekes, vagyis biztos lesz, majd onnan is filmezek. Voltam vásárolni, vettem egy-két dolgot a boltban, majd ma este, ha otthon vagyok, bemutatom, és megmutatom, hogy mit tettem. Most megyek a Fit and Health-be, majd onnan fog ment jelentkezni. De most arra kell figyelnem, hogy a autók ne üssenek el. Oké. Okay. a Fit and Health-ben, és ahogy látjátok, ma van szombat, ma több lesz a szénhidrát, mert nem meséltem még el, ez a negyedik hetem, hogy diétázok, nem akartam még elmesélni, mert készülök egy motivációs edzés videóra, oda szákás szeretnék lenni, és mint látjátok, van egy kávé, zérós, tejszínabban nincs benne cukor, édes burgonya, és ma van hal is, tukla lazac, és még egy tányér édes burgonya zöldséget. Ezt fogom most megenni, ez kb. Lesz egy ilyen 100-120 g szénhidrát, ami nagyon kevés, mert folyton 50 g-nál voltam, és most elkezdjük a kajálást. Na, ennyi volt a Fit and Health-ből, egy jót ettem, de ugye most nem főzök, ezáltal spórolok egy órát naponta, ott szoktam mindig a kaját venni, és most diétázom, nagyon durván. Azért erről még nem beszéltem szinte semmit, mert nem akartam erről sokat beszélni, hanem cselekedni akartam. És ezt csinálom, ez a negyedik hetem. Van egy-két nap, ahol megjelenem a célját, mint ma 100-150 g-ra, de különben csak zöldség van, vagy max. 50 g szénhidrát. Most még fogok enni totút, túros tojásfehérjét, akkor fogok enni zöldséget, még egy kilót. Most megyek még a B4-be, most fogok még kardiózni, még lehet, hogy szaunázni is, és a B4-ből. A B4-ből fogok még egy videót csinálni, amit ma szombaton töltök valószínűleg fel, az egy külön videó lesz, és ezt a vlogot meg valószínűleg akkor vasárnap fogjátok látni. Ja, na itt jön mindjárt hátul a B4, ott hátul a B4, vagyis el is itt van minden a B4, gyerekek. Mindenkinek tudom ajánlani a B4-et, ezért nem kapok egy filét se, sőt, hogy ajánlom, de a tisztaság, ma voltam csóvó kondiban, tisztaság a B4-ben csúcs. Ja, ennyi volt, és majd bentről és találkozunk. Na, most van délután, este, most még a kardió, 40 perc, 45 perc. Ma már ettem, amit láttatok, azt a kaját a Fit and Health-ben, most még itt a B4-ben is ettem. Egy kis grillzöldséget, totúval, túlós tojásfehérjével, és a kardió után még fogok még egyszer enni, ugye böjtölök, 8 órán át eszem, 16 órát nem eszek, és mit fogok enni? Túlós tojásfehérjét, vízzel és fehérjével, vegán blendel. Na, és most kezdjük a kardiózást. Na, már szombat este van. Elment a nap. Bennem voltatok eddig, még otthonról is fogok egy-két pár percet felvenni. Megmutatom, hogy mit vettem a boltban. Most ettem harmadszorra, ugye akit érdekli, szakított böjtölést csinálok és diétával, 1700-2000 kalóriát viszek be, amit láttatok a Fit and Health-ben, annyit ettem, és azután még ettem itt a B4-ben is valamit, 3 adag grillzöldséget, fél kiló tojásfehérjével, 3 adag grillzöldség az kb. 60 deka grillzöldség, most ettem 100 g túlós tojásfehérjét, 1,5 adag vegán blend MyProtein-tól, az a vegán blend, abban 3 fajta növényi fehérje van, csokis ízzel, már meg is ettem, nem tudtam várni. Ez egy ilyen nasi, mind a igazi tejtúró, olyan finom, beteszek még egy kis édesítőt, nem egészséges, de valamiben mindenki meg fog halni, előbb-utóbb, szóval tök mindegy, nem tök mindegy, de tudjátok, hogy miről van szó. Nem szabad mindent extrémen nézni. Most diétázok, ez a lényeg. És majd otthon még egy-két szót mondok a diétámról, mert hogy miért is csinálom pontosan. Ja. Jó, ennyi volt a B4-ből, és akkor még otthon egy-két percre jelentkezem. Szóval most Este van, szombat este, otthon vagyok, láttátok az egész napomat. Hétvége nálam így néz ki, akkor is van edzés, hanem súlyzós edzés, akkor kardió, ma mindkettő volt. Nyilván, ha kérdezitek, hülye gyerek, mi van szabadidőben? Esténként nyilván valami szoktam csinálni, kimozdulok, szórakozni elmegyek, nyilván nem úgy, hogy berugok, nagyon ritkán, és amúgy mozi, hát ami jön, nyáron szeretek sétálni, szóval amint van egy kis időm, nyilván próbálok egy kicsit kikapcsolódni is, bár nehezemre esik, de egyszerűen szeretek mindig valamit csinálni, mondjuk kikapcsolódás és csinálás, szóval én szeretem az aktív pihenést. Na, akkor először azt szeretném csak mondani, vagy bemutatni, hogy mit vettem, végig csak két dolgot vettem most. Egy MyProtein edzőgatyát, szóval egy ilyen melegítőt, azt már most felvettem. Tök jó, semmi különleges, feketében. És amit már mindig szoktam magamnak venni, a sokszor is mondtam, a legjobb dolog, egy szintiszta kreatin monohidrát, aki nem tudja pontosan mi a kreatin, szerintem ki fogom linkelni a videót a kreatinról. A monohidrát a legolcsóbb, ugyanolyan célszerű, ugyanannyit tud, ugyanolyan eredményesek lesztek, mint a többi kreatinnal, ami fantasztikus nevei vannak, krű, alkalin, stb. Ez a legolcsóbb, 1 kg porformában 4700 forint kb. És amit még szeretnék most mondani, most karácsony előtt pár nappal menjetek fel a MyProtein oldalra. Sajnos még mindig csak angolul van, a magyar oldal nem működik, nem tudom, hogy mi van. Kérlek, a leírásban van a link, amire rá tudtok menni, és akartok engem is támogatni, akkor a link által vásároltok, és így tudtok egy minimális összeggel engem is támogatni. Szóval, sokan ezt nem tudják, sokan kérdezik, hogy Krisz, hogy tudtok támogatni, ez például egy támogatás, tehát nem ez a lényeg, hanem menjetek át rá a linkem által, ami a leírásban van, a videó alatt, ott vannak kódok, az oldalon akciós kódok, vagy akár az én kódom, az mindig érvényes, Chris Ho, és akkor kaptok 12%-ot, akár mire. És aki Budapesten lakik, vagy épp a közelben jár, ajánlom, nézzétek meg a M-háztat, ahol MyProtein termékeket kínálnak. És ott abban az a jó, hogy ott fel tudjátok próbálni például a ruhákat, ott van egy öltöző is. Meg tudjátok nézni, hogy milyen termékek vannak, szóval megismerni a MyProteint, ajánlom, hogy menjetek oda a boltba, nagyon sok termékek vannak, az eladó is kedves, jól kiismeri magát a termékekkel, szóval a tippeket elmondja, hogy pontosan mi minek van, és fel tudjátok próbálni a ruhákat. És aki most látja még decemberben a videót, 16-ban, és el tud menni, menjetek el, reklámozom, leszarom, mindegyik ruhadarab 30%-kal olcsóbb. Tök jó. 30% vagy 33. Oké, ez volt a MyProtein boltból. Akkor még azt szeretném mondani, hogy a diétáról szeretnék pár dolgot mondani. Ugye miért csinálom most a diétát, ez a 5.-4. hét. Először is maxot akarom magamból kihozni, ugye böjtölök, vegánul kajálok nagy részben, és most tényleg levittem a szénhidrátot még jobban. 1700-2000 kalória között mozgok, 1-2 kg ment a 4 hét alatt le, az bár nem sok, de ha tükröképemet megnézem, sokkal többnek néz ki. Szóval ez 1-2 kg, ez zsír, víz, és tényleg a forma hétről hétre jobb lesz, és ahogy mondtam, lesz hamarosan egy edzés videó, ott jó szálkás szeretnék lenni, azt majd egy konditeremben fogom felvenni, egy tök jobban, majd meglátjátok, és a januárban lesz a találkozó, az is hamarosan jön a pontos időpont, és oda is nagyon jó formában szeretnék jönni, szóval nektek maxot szeretném adni, és saját magamnak is, hogy még jobban, még hitelesebb szeretnék lenni. És egyre jobban látom, hogy tényleg minden segítség nélkül, minden olyan gyógyszer, szteroid nélkül, amitől szákásabb leszel, is tudsz szákás lenni. Nagyon nehéz, lassan megy, és nagyon keményen kell diétáznom. De amit mondhatok, ez a negyedik így keményebb diétám, az első kettő katasztrófa volt, most már tényleg nem érzem azt a fáradtságot, simán elviselem erőben is, még jól bírom, most már kezdek kicsit gyengülni, de különben itt annyira erős vagyok, hogy nagyon jól megy a diéta, és még simán egy 4 hétig folytatni fogom. Nem látjátok, hogy milyen a forma. Az a baj, hogy nem látjátok, mert a fényviszonyok is rosszak. Na mindegy, ez most nem is a lényeg ennek a videónak. Ennyit akartam a nap végére mondani. Nézzétek meg a, még egyszer mondom, kiteszem majd a linket az oldalra, a MyProtein oldalra, a bolt oldalára, a Facebook oldalát kiteszem, a leírásban lesz, akkor a MyProtein linkjét is kiteszem a weboldalának, és amit még, mint tipp szeretnék mondani, mindenki Budapesten jár, menjetek el a Fit and Health-be, a Volt Petraszba. Imádom, én ott vagyok minden nap, és nem mondanám azt, hogy tényleg annyira jók a szakácsok, annyira jól főznek. Egyszerűen próbáltok ki, van most már vega burger is, és vega wrap, azt is már ettem, mindkettő csúcs, főleg a vega burger csicseré borsóval. A hús ahhoz képest egy gyenge kezdő. Lehet, hogy most elfogult vagyok, mert inkább vegánul eszem nyilván, de menjetek el, kiteszem oda is a linket a Facebook oldalára ennek a Fit and Health-nek, ott meglátjátok a címet, hogy hol van pontosan. Ennyi volt a videóból, remélem, hogy tetszett ez a vlog, ha tetszett, lájkoljátok, és akkor időnként megint lesz egy ilyen összefoglaló a napomnak. Ha van valami izgalmas, fel fogom venni, és iratkozzon fel mindenki, aki nem tette, majdnem 11 000 feliratkozom van, hihetetlen, ami utolsó 1-2 hét alatt jött új 800 új ember. Gyerekek, brutál. És még lesz egy-két videó karácsonyig, ha még nem, akkor most szeretném azt mondani, szuper ünnepeket, és légy szíves, ne idegeskedjetek, ne stresszeljetek. Ne veszekedjetek, mert a karácsonykor már azt látom, mindenki veszekszik egymással. Nem a szeretetről van szó? Ja nem, csak a pénzről, meg ajándékokról. Tényleg? Ezt gáznak találom, de ez más téma, ezért én nem is ünneplem. Mindenesetre jó kis kiapcsolódás, boldog ünnepeket, úgymond pihenjetek, hogy új évre, új évkor kezdjük maxon az évet, kifogás nélkül. Ennyi volt, és hello. Hey, little Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya.